és arra mutatta meg Varga Judit az alkalmatlanságát a közéletben való tevékenységével az elmúlt időszakban. A Sádül ügyben bizonyította, hogy a háttérben vagy elnézte a mögötte, vagy inkább előtte folyó korrupciós hálózatot, vagy ami kevésbé hihető, észre sem vette azt, hogy a minisztériumát egyenesen megszállták a bűnözők. Mindkét lehetőség az alkalmatlanságát támasztja alá. Éppen ezért Vargurit lemondása a helyén való volt, csak éppen csúszott vele 2 évet. Alkalmatlansága már éppen a végrehajtó maffia botrányban is megmutatkozott. A múlt hét pedig nem csak a lemondott női arcokról szólt a Fidesz házatáján, hanem érthetetlenül osztogatott kedvezményekről is a Sádül ügy kapcsán. A tettüket beismerő végrehajtó kevesebb pénzbüntetést kaptak, illetve a végrehajtói tevékenység végzésének eltiltása alól is felmentést kaptak. Sádül pedig már egyenesen vélázító módon akár még szakmai továbbképzésre is járhat a bűnügyi felügyelete alatt. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi folyik itt, mi folyik a bíróságainkon, miért jár nekik ennyi kedvezmény. Nyilvánvalóan több vezető politikus is érintett lehet valamilyen szinten ezekben a botrányokban, mint például Rogán Antal sem bújhatna ki a felelősségre vonás alól, hogyha több akarat lenne a felderítéséhez, főleg nem akkor, vagyis főleg nem így, hogy Rogán Antal vezeti épp a titkosszolgálati szerveket, és így ez teljes egészében ellehetetlenítheti, és számunkra összeférhetetlen ez a tevékenység. Bizonyára vétkesek közt Cinkos, aki néma, éppen ezért Vargurit volt férje nem véletlenül adta közre, hogy bizony a Sádül ügy főszereplője nem más lehet, mint Rogán és a társai. A tavaszi nagy takarítása bizonyára már elkezdték a kormánypártnál, de ez itt nem állhat meg. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja az, hogy valódi felelősségre, vonásra van szükség, ezért éppen ideje lenne már Varga Juditot tanúként is beidézni a Sádül ügy kapcsán a bíróságra. Valódi elszámolásra van szükség, aminek következtében pár embernek valóban meginokhatna már végre a széke. Ennek elérése érdekében pedig vizsgáló bizottságot is kezdeményezett a Mi Hazánk mozgalom Rogán Antal piszkos ügyei miatt és azok felderítése nyomán, kivált kép például a végrehajtó maffia ügy érintettségére vonatkozólag.